Ebben a videóban a Game Ranger Wi-Fi-s fényképezőgép távvezérlőnek a szoftverét mutatom be, és megnézzük az egyes szolgáltatásokat is. A szoftver elindítása után egy alapképernyőt láthatunk, ahol a fényképezőgépnek a neve, illetve a hozzá csatlakoztatott objektív jelenik meg. A panel jobb oldalán pedig az alap menüt láthatjuk, ahol az adatok, a fókusz, illetve a focus tanking, az időzítés, valamint a HDR fotókészítésnek a paramétereit állíthatjuk majd be. A jobb oldalon, lent az alsó sarokban találhatók a különböző fényképezési paraméterek, a záridő, a rekesz, az érzékenység, a fénymérés módja, a kioldás módja, a fehér egyensúly, és hát természetesen a file formátum. Ezek mind-mind állíthatók, ugyanúgy, ahogy egyébként az expozíció kompenzáció, és a fókusz üzemmód is. Élőképet akkor fogunk látni, hogyha a szemet mutató ikonra kattintunk. Előtte azonban nézzük meg, hogy itt a jobb felső sorokban látható kis kártyaikon mit jelent. Nem nehéz kitalálni, hogy erre bökve gyakorlatilag a kártyán lévő képek jelennek meg. A megjelenítés sebessége az attól függ, hogy milyen távol vagyunk a Game Ranger-től. Jelen esetben nagyjából egy szoba választ el minket a routertől. Egy picit talán lassúnak tűnik a képek betöltése, de ez csak az első alkalommal van így, amikor a szoftverből visszalépünk a főképernyőre, majd ismét a kártyatartalomra, akkor már ez egy kicsit gyorsabb folyamat. A képeket nagyobb méretben is megtekinthetjük, ehhez elég rá kattintanunk a kívánt fotóra. Nos, a teljes felbontás a fotónak a betöltése sajnos sokkal tovább tart, így most várnunk kell még egy darabig. A teljes kép betöltődése után lehetőségünk van a képbe belenagyítani. Ezt a szokásos kétujjas technológiával végezhetjük el, és ezt követően a képben mozoghatunk is, ízlés szerint. Érdemes megfigyelni, hogy itt a bal alsó sarokban látható az aktuális képnagyítás. Jelen pillanatban 88%-on állunk, tehát van még tovább nagyíthatóság, és 100% fölé is mehetünk egészen 200%-ig. 200%-on gyakorlatilag olyan részleteket láthatunk, amit egy hagyományos LCD-n nem, tehát precízen, nagyon pontosan tudjuk ellenőrizni a fókuszt és annak helyességét. A kép visszanagyítása hasonlóképpen történik, de egyébként a nagyított kép esetében is tudunk lapozni előre vagy hátra, természetesen csak akkor, hogyha az a kép már be van töltve a tabletünk memóriájába. Lépjünk vissza a főképernyőre, és nézzük most már meg, hogy hogyan is működik a Game Ranger Live View üzemmódja. Mint említettem, a szemet formáló ikonra kell böknünk. Ez aktiválja a fényképezőgépnek a Live View üzemmódját. Nem minden esetben az történik, amit az ember szeretne. Próbáljuk meg még egyszer. Vagy nem. Az élőkép bekapcsolása után azonnal átküldi nekünk a Game Ranger a fényképezőgép által látott képet, amelyhez élő hisztogramot is bekapcsolhatunk. Sajnos az élőképen nem nagyíthatunk, ez egy viszonylag komoly hátránya a jelenlegi felállásnak, pedig jó volna, hogyha kézi élességét során
ezt a technikát alkalmazva, ugyanolyan gyönyörű szép részleteket láthatnánk, mint a kézképek esetében. Minden esetre a kézi élesség állítás az elvégezhető, itt a bizonyos fókusz menüpontnál, ahol nagyobb, illetve kisebb mértékű léptetést lehet elvégezni, akár távolabb, akár közelebb. Ez a menüpont egyébként nem csak a kézi élesség állítás beállítására szolgál, hanem mint látható, fókusz stacking is elvégezhető, ahol megadhatjuk, hogy mekkora eltolásokkal dolgozzon a szoftver, kicsivel, közepessel vagy nagyjal, illetve megadható a képek száma is, hogy hány képet készítsen a gép. A fókusz stacking, tehát a fókusz sorozat elvégeztével ezeket a képeket külső szoftverbe betöltve összeilleszthetjük egy nagy mélységélességű fotóvá. Ez a külső szoftver egyébként nem a csomagnak a része, ezt külön kell adott esetben megvásárolnunk, vagy beszereznünk. A timer menüpontnál timelapse videók készítéséhez hozhatunk létre fotókat. A kezdeti késletet is beállítható 1 óra időtartamig, másodperc pontossággal. Ezen felül természetesen a képek száma adható meg. Itt nem ugyanazt a görgetős eljárást használja a szoftver, hanem kézzel kell beírnunk. Talán ez annyira nem kényelmes, vagy nem egyszerű, vagy nem tűnik annyira könnyednek, de hát így is be lehet írni viszonylag könnyen a 200 képet, hogyha éppen annyit szeretnénk. Illetve van még természetesen a képek közötti idő, amely egy timelapse videónak a sebességét alapvetően meg tudja határozni. Tehát például a 30 másodperc beállítása után akár el is kezdődhet a timelapse képkockák rögzítése. Van még egy funkció ebben a szoftverben, ez pedig a HDR, ahol megadható, hogy az ársebességet, a rekeszt, vagy pedig az érzékenységet változtassa a fényképezőgépen ez a szoftver, hogyha a HDR képet szeretnénk létrehozni. Alapesetben természetesen az ársebességnél maradunk. Itt is megadható egy kezdeti késleltetés, aminek nyilván akkor van jelentősége, hogyha állványon használunk a gépet, de még várakoznunk kell egy bizonyos csillapításig. Megadható a kezdeti zársebesség, a képek száma. Természetesen a kezdeti zársebesség csak akkor adható meg, hogyha az zársebességi előválasztásban dolgozunk. Ha a rekesz előválasztást használunk, akkor nyilvánvalóan a kezdeti rekesz adható meg. Megadható még a képek száma, egészen 41-ig. 41 képes HDR azért az elég komoly tud lenni. És természetesen nem maradhatott ki a lépés köz sem. 1/3 fényértéktől kezdve 1/3 lépésekben egészen 3 fényértékig. A HDR fotó szintén hasonlóképpen a Focus Stackinghez, csak az alapképeket készíti el, a HDR-t magát külső szoftverben tudjuk majd összeilleszteni. Még egy dolgot érdemes megnézni, ezt a bizonyos full screen opciót, amely az élőképet teljes nagyságúra nagyítja. A nagyítás, további nagyítás sajnos így sem érhető el. Viszont a kép elforgatására adott esetben van lehetőség, hogyha a tabletet nem fekvő, hanem álló formátumban szeretnénk használni. Egyszerű képkészítésre is van persze lehetőség, nem kell nekünk mindenképpen focus stackinget vagy HDR-t lőnünk. Van egy capture feliratú gomb, ami gyakorlatilag egyetlen fotó elkészítését fogja nekünk elvégezni. A fotó elkészülte után a kép betöltődik, és megtekinthetjük azt teljes méretben.
Az elkészített fotó már nagyítható, és ellenőrizhető rajta az élesség. Érdemes megfigyelni, hogy itt megjelent ez a share gomb, ami lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a fotót elmentsük, vagy kinyomtassuk, vagy akár közösségi oldalra küldjük. A beállítások között található néhány olyan érdekesség, amit érdemes megnéznünk. Ilyen például az előbb láthatott segédrács, amelynek a mérete, illetve az osztás köze az megadható, valamint természetesen azt sem felejtették el, hogy milyen színű legyen ez a bizonyos rács, választható a fehéren kívül vörös, szürke vagy fekete. A HDR fotózásnál megadható, hogy melyik képpel kezdődjön a fotózás, középsővel, elősővel vagy a végével, tehetünk a képekre vízjelezést, engedélyezhetjük a megosztást, feltölthetünk képeket FTP szerverre, vagy akár Dropboxba. Az 1.6-os, pontosabban az 1.6.2.8-as verziói szoftver, tehát jelenleg ezeket a szolgáltatásokat kínálja.